Cseresznye nagyságú jég esett Tamásiban június közepén. Ez volt a legnagyobb jégeső Tolna megyében idén. Ám amióta működik jégkármérséklő rendszer a megyében, jóval kevesebb kárt okoz a mezőgazdaságban, mondta Huszár István, a NEFEL a Dél-Magyarországi Jégeső Elhárítási Egyesülés igazgatója. A kárarány az egy objektív mérőszám, azt mutatja meg, hogy a mezőgazdasági kultúrának hány százaléka semmisül meg jégverésből adódóan. Tehát, hogyha 29 évet, amíg nem működött a talajgenerátoros jégeső elhárítás, összehasonlítjuk, amióta mi működünk, a további 29 évvel, akkor azt látjuk, hogy 70%-kal csökkentek Baranya megyében a jégkárok. Országos szinten több száz, Tolna megyében 37 generátor kezelő áll készenlétben, és ha kapják a jelzést a telefonjukra a meteorológiai szolgálattól a jégesőről, azonnal működésbe hozzák a rendszert. Tolna megyében a legpontosabb munkát Németh Szabolcsné végezte. A Pusztahencséről érkező generátorkezelő munkájáért oklevelet vehetett át. A generátorkezelők április közepétől szeptember végéig tartó 169 napos védekezési szezonban országos szinten 101 napon kaptak riasztást, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezetének elnöke. Tolna megyében azt tapasztaltuk, hogy az idei évben 56 napon keresztül történt beavatkozás, és ez 344 órát tett ki, de rendkívül eltérő a 400 órától a 220 óráig országosan teljesen eltérőek ezek az üzemeltetési idők. 2018. május óta működik országos lefedettséget biztosító jégkármérséklő rendszer Magyarországon.